Sziasztok, jó reggelt! Ez a videó mindenkihez szól, akinek van haj a fején, és nincs frufruja a homlokában, viszont itt van valahol forgója, és ez miatt a haja néha úgy érzi, hogy hülyén áll, és nem tudja, hogy mit kéne vele csinálni, ugyanis a következőképpen tud kinézni. Így áll. Ez sokszor van egyébként, hogy megkérdezem tőletek, hogy hol van a választék, és akkor mindenképpen mondtok egy pontot, hogy mondjuk ott, vagy nagyon gyakran, hogy középen, és az egyik oldalon így felemelkedik a haj, a másik oldalon meg lelapul, és csodálkozol, hogy hülyén nézel ki. Ez középválasztéknál rendkívül rossz egyébként, amikor ragaszkodsz hozzá, hogy az arcod mértani közepénél legyen elválasztva a hajad, de neked pont ott van egy forgó, és az egyik oldalon így megemeli, a másik oldalon meg lelapítja. Na, ilyenkor a következő a megoldás. Nem ott kell elválasztani, hanem egy picivel lejjebb, vagy egy picivel följebb. Ha középválasztékod van, akkor picivel elrébb, vagy picivel arrébb. Tehát kikerülni azt a részt, amit a forgó megemel. Mert ugyanis az 360 fokban körbe forgatja azon a területen, ahol van a hajszálakat, és az egyik oldalon ellapul, a másik oldalon egy kicsit mindig megemelkedik. És ahol megemelkedik, ott tud képződni ez. Ha ezt elfekszed, vagy nem jól szárítod be, másnap még rosszabb lesz. Olyan, mint itt nekem hátul. De mindjárt meg is mosom. Mert arra meg csak az a megoldás, hogy meg kell mosni, és újra kell formázni. De, hogyha te egy picivel lejjebb választod el, kicselezed ezt az egészet, akkor látod, egész hordható frizurát is tudsz magadnak készíteni. És tudom, hogy nagy divat még mindig a középválaszték, de azért felhívnám a figyelmet arra, küldetésemnek tekintem, hogy ezt elmondjam, amikor csak lehetőségem van rá, hogy nagyon kevés embernek áll ám jól a középválaszték. Tehát ahhoz nagyon szabályos és nagyon baba arc kell, hogy valakinek a középválaszték jól álljon. Úgyhogy javaslom inkább azt, hogy ha ragaszkodsz ahhoz, hogy középen, akkor ne pont középen, egy centivel elrébb vagy arrébb, az már tök sokat számít, és úgy válasz, de egyébként meg amúgy is divat a frufru, vágassál frufrut, hogyha elől nincs itt 85 különböző forgód, akkor lehet is neked, és az is jól áll, jól fog állni, és szeretni fogod a hajadat. Köszönöm, hogy itt voltál, legyél itt máskor is, mármint, hogy itt a képernyő előtt, meg itt az üzletben nálam is. Sziasztok!